a környezetvédelem a 21. század egyik legfontosabb témája. Így gyermekeinket érdemes időben elkezdeni arra nevelni, hogy óvják a természetet. Ezzel a céllal hirdette meg pályázatát a Rákóczi utcai óvoda Ügyes kezek és képzelet vizuális tehetségműjeje, kedvenc madaram témakörben. Ez a pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetségprograma pályázatán támogatásával jöhetett létre. Minden évben pályázunk sikeresen, az idén 2 millió forinttal gazdálkodhatunk a vizuális tehetségműhely programjaihoz, eszközeihez. Az ünnepélyes díjátadó a Rákóczi Jovi Katica csoportjának műsorával kezdődött. A bemutató után következhetett az eredményhirdetés. A munkákból a zsűri Pemmer Dorottya munkáját találta a legjobbnak. Szentendrei Andrea óvodapedagógus úgy gondolja, fontos, hogy a gyerekek időben találkozhassanak versenyszituációval, és sikereket éljenek el alkotásukkal, tehetségükkel. Azért gondolom, hogy fontos kibontakoztatni a tehetségeket, nem csak azért, hogy későbbiekben ki tudjanak teljesedni valamilyen szinten, valamilyen témában, hanem azért is, hogy nagyon sok önbizalmat ad, és örömet ad nekik ezáltal, hogy valamiben különlegesek és tehetségesek. Az eseményen Mészáros Attila alpolgármester is részt vett. Mint mondja, nagyon örül a kezdeményezésnek, hiszen az állatok és a környezetünk védelme nagyon fontos.